Sziasztok! A mai nap egy viszonylag közismert nézetet szeretnék taglalni, és egy a mai kor által könnyen érthető és könnyen emészthető analógiával szeretném szemléltetni ezt a nézetet. Egész pontosan a felsőbbén koncepciót szeretném részletezni, és ezt akarom számítógépes játékok analógiájával hát bemutatni, közérthetővé tenni. Tehát létezik egy nézet, mely szerint mindannyiunknak vannak úgynevezett felsőbbényei minden dimenzióban. Tehát 5., 6., 7., stb. Most a negyediket nem veszem ide. A negyedik az a úgynevezett asztrálsík, illetve egy átmenet a 3. és 5. dimenzió között. Ennek most nem akarok jelentőséget tulajdonítani. Tehát 5-től felfelé, és minél feljebb haladunk, annál idézőjelben fejlettebb ez a felsőbb bénünk. Na most tegyük fel, a felsőbb bénünk mondjuk az 5. dimenzióban van, és mikor leinkarnálódunk, akkor ez úgy történik, mint amikor leülsz otthon egy számítógép elé, és elindítasz egy számítógépes játékot. Az FPS játékok talán a legközelebb állnak ehhez az analógiához, hiszen ez a játékos szemszögéből mutatja a játékot. Vagyis olyan, mintha tényleg a saját kezeid lennének, saját kezedben tartanád a fegyvert. Szóval elindítod a játékot, és kiválaszthatod, melyik pályát akarod játszani. Tegyük fel, elég fejlett vagy már mondjuk növénytermesztésben, mert az előző pálya feladata az volt, és sikeresen végigvitted, de a túlélési képességeid nagyon fejletlenek. És van egy pálya, ami mondjuk egy háború közepén indul. Vagyis mikor elkezded, már nagyban támadják a bázisod. A feladatod a túlélés. Ezt a valóságra vetítve, te, vagyis a felsőbb béned eldöntöd, hogy a túlélést fejleszted, ezért leinkarnálódsz mondjuk a 2. világháború Németországába, vagy Oroszországába, hogy megtapasztald, milyen, és átéld a háborút. A feladatod, hogy túléld. Mikor vége a pályának, elhagyod a fizikai tested, vagyis idézőjelben meghalsz, és minden pálya végén jön a kiértékelés, hogy a kiadott feladatokból mennyit végeztél el, és hány százalékra teljesítetted, stb. Amikor meghalunk, tehát mi magunk értékeljük ki a teljesítményünket, hogy az adott inkarnáció során a kiadott feladatokból mennyi sikerült, és mennyi nem. Amennyi nem, az a következő inkarnációban kerül megvalósításra és tesztelésre. Ha most a virtuális valóság tökéletesen szimbolizálja fizikailag ezt, vagyis ez még közelebb hozza ezt az egész analógiát. Én személy szerint még 10 éves koromban, amikor játszottam, képes voltam teljesen belemerülni a játékba, és szó szerint olyan volt, mintha maga a karakter lettem volna. A párbeszéde, a tettei, mindent önmagammal azonosítottam. Nyilván ezt szándékosan csinálják így a játékkészítők. Most már igazából nem játszom, mert más dolgok érdekelnek, de régen mondhatni nagy gamer voltam, ez még ilyen 15-16 évvel ezelőtt volt. De tegyük fel, a felsőbb én is hasonlóan tapasztalja meg a fizikai valónkat. A virtuális valóság gyakorlatilag még közelebb hozza ezt az analógiát. Ott már a fejünkre tesszük a szemüveget, és konkrétan csak azt látjuk, amit a virtuális karakter lát, és már úgy is mozgunk, ahogy a virtuális karakter. Vicces, hogy a modern technika mennyi információt csepegtet, mennyi misztériumról rántja le a leplet, minden bizonnyal a tudatán kívül. Az analógia problematikája viszont a szabad akaratban van, szemben ugyanis a számítógépes játék karakterével nekünk van szabad akaratunk, amiben a felsőbb bénünk nem szólhat bele. Csak képzeljétek el azt a szituációt, hogy épp játszotok egy karakterrel, mentek a pályán és hirtelen jobbra akartok fordulni, de a karakter megáll és nem mozdul. Csak nyomjátok a gombokat, hogy mozduljon már, de egyszerűen nem hajlandó.
majd kisvártatva a perspektívája megfordul, és egyenesen rád néz a monitoron keresztül, és azt mondja, nekem ebből elegem van, nem megyek arra, amerre te akarod. Akkor fogja magát, és elindul az ellenkező irányba. Te csak nézzel, hogy mi van? Ez egy játékkarakter, szabad akarat nélkül, mégis hogy dönthet arról, hogy hova megy? De döntött. Egyébként szerintem zseniális lenne, ha ezt implementálná valamelyik játékfejlesztő cég valamelyik játékában, ha eddig meg nem tette. Hogyha mégis, akkor javítsatok ki, én nem tudok ilyen játékról, de lehet, hogy már van. Na de vissza a történethez. Szóval szemtanúi vagyunk, ahogy a játék karakter elindul pontosan az ellenkező irányba, mint amerre mi akartunk menni. És itt van a lényeg. Mi pontosan látjuk, hogy merre kellene mennie, mi a végcél. Látjuk, hogy hol van a pálya vége, mi a feladat, hol tudja elvégezni a feladatot, stb. A karakter azonban pont az ellenkező irányba megy, és végig kell néznünk, hogy ahelyett, hogy a rákiszabott feladatokat elvégezze, pont az ellenkezőjét végzi. Most itt szimbolikus értelemben is az ellentétét csinálja, tehát nem feltétlen csak arról van szó, hogy a fizikai, helyszíni haladás szempontjából megy az ellentétes irányba, hanem mondjuk erkölcsi szempontból, tudatszint szempontjából, tudati fejlődés szempontjából, spirituális fejlődés szempontjából, stb. 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 Tehát nem csak fizikai haladásról van itt most szó nyilvánvalóan. Mondjuk az lett volna a feladatunk ebben az inkarnációban, hogy minél több szeretetet adjunk, minél több embernek, és minél több boldogságot okozzunk. Ehhez képest mi a szabad akaratunkból letömegmészároltunk több ezer embert. Tehát ilyen értelemben ellentétes irányba haladtunk, idézőjelben ellentétes irányba haladtunk, mint amerre a felsőbb énünk szerette volna. De hát mit csinálunk, ha ez túl sokáig megy? A karakter csak megy, megy az ellenkező irányba, előbb-utóbb megunjuk, és kilépünk a játékból, hogy újraindítsuk. Mert megelégeljük, hogy folyamatosan csak megy, méghozzá pont a célunk poláris ellentéte felé. Ezzel nem feltétlenül azt akarom mondani, hogy a felsőbbén úgy dönt, hogy kivon minket a forgalomból, kvázi meghalunk, nem is mernék ilyet feltételezni, de mondjuk olyan változás következik be, hogy teljes irányváltás történik velünk. De tegyük fel, akár a halál is bekövetkezhet. Nem tudom igazából, erre nincs rálátásom. Jön az értékelés, amit még egyszer mi magunk végzünk önmagunkon. Lássuk, csak a feladat az volt, hogy örömet és szeretetet adj 1 milliárd embernek, ehhez képest te lemészároltál 300 000-et. Na, akkor újraindul a játék, hasonló feltételekkel, nem feltétlenül ugyanazon a pályán, mondjuk országban, lehet más országban is, de amíg nem végzed el a feladatot, addig nem léphetsz a következő pályára. Te pedig végig akarod vinni az egész játékot, és megint leinkarnálódsz egy másik helyre, hasonló körülmények között, hát ha most elvégzed a feladatodat, vagy legalább egy részét. Nyilván ez most nagyon leegyszerűsített, és személy szerint úgy hiszem, hogy a feladatok életünk során változhatnak is, vagyis felülírható az, hogy mit kell tennünk. És itt kicsit kitérnék arra, hogy azon a szinten, ahol a idézőjeles halál, tehát a fizikai bioruha levetése után az értékelés történik, ott ugye nincsen térésidő, tehát térésidőn kívül vagyunk, nem arról van szó, hogy kronológiailag feltétlen a következő pálya, az kronológiailag követni fogja az előző életünket. Tehát mondjuk ott hagyjuk a testünket 1930-ban, és a következő inkarnáció feltétlen 1930 után kell, hogy megtörténjen, nem feltétlen, lehet, hogy visszamegyünk 10 000 évvel korábbra, mert mondjuk ott volt egy szerep, amit eljátszhatunk, ami éppen megfelel az aktuális karakteriológia és attribútumok szempontjából legtökéletesebben. Hozzáteszem, hogy sajnos a mai világban nem nagyon tudok olyan játékról, amiben ne lenne erőszak, főleg az FPS, tehát a saját szemszögű perspektívájú játékok közül, de ha esetleg van, akkor nyugodtan javítsatok ki a kommentmezőben. Talán a Myst nevű játékot tudom ide sorolni, mint kivétel, ahol nem harcolni kellett, bár szintén első személyi nézőpontos játék volt, ott titkokat, kombinációkat, stb. Kellett megfejteni, hogy tovább jussunk.
Viszont itt felmerül a szabad akarat kontra eleve elrendeltség, vagyis predeterminizmus kérdése. Vagyis, hogy mi döntjük-e el, hogy alakul a sorsunk, vagy eleve megvan már írva. Én inkább az előző nézetben hiszek, bár nem hinném, hogy ez a két nézet feltétlen kizárja egymást. A válasz valószínűleg középen találjuk. Vagyis létezhet úgynevezett nagyon idézőjeles sorsszerűség felülíró szabad akarat mellett is. Itt viszont a racionalitás és a konvencionális gondolkodás megszakad. Itt már metagondolkodással lehet csak tovább lépni. Nem beszélve a párhuzamos valóságok lehetőségéről, ahol lehet, hogy egyikben ez, másikban az a paradigma érvényesül. Röviden ennyit akartam volna kifejteni erről a témáról. Kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok erről. Várom a reakciókat. Sziasztok!